Köszöntöm Önöket, Lukács László vagyok, a Jobbik Magyarországért mozgalom parlamenti képviselőcsoportjának vezetője, frakció vezetője, és azért állunk itt az egészségbiztosítási pénztár előtt, a NEAK előtt, mert fontos, hogy beszéljünk arról a kérdésről, ami most a magyar embereknek az egészségügyben az egyik legfontosabb problémája. A magyar egészségügynek kettő jól beazonosítható, ismertető jegye van, már nagyon régóta. Az egyik az, hogy duplán kell fizetni Magyarországon az egészségügyi ellátásért, a másik pedig a hosszú várólisták. A duplán fizetős egészségügy az azt jelenti, hogy az emberek egyrészt a munkájukkal vagy korábban, vagy jelen időben befizetik azokat a társadalombiztosítási járulékokat, adókat, amelyből az állam működteti az egészségbiztosítást, és amelyből az egészségügyi rendszerünket működtetjük, de hát az emberek nagyobb részt, mivel nem jutnak időben, vagy jó minőségű egészségügyi ellátáshoz, ezért sokszor kénytelenek saját zsebből költeni, azaz duplán fizetnek az egészségügyi ellátásért, hiszen adót, TB járulékot fizetnek, és saját zsebből is fizetnek azért, hogy megkapják az ellátást. Hogy ez mekkora probléma, az jól jelzi, hogy minden évben növekszik a saját zsebből egészségügyi ellátásra elköltött pénzeknek az összege. Most ez 560 milliárdot is megharadja a legutolsó becslések szerint, azaz az emberek javarésze azért, hogy egészségügyi ellátást kapjon időben, még a várólistákat megelőzve saját zsebből költ. És itt a másik problémája ugye a várólista, ami pedig azért alakul ki, mert az állam nem költ annyit az ellátásokra, mint amennyi az embereknek a szükséglete. A kórházakban épp ezért egyes beavatkozásoknál, a műtéti listákon feltorlódnak az emberek. Mindenki ismeri azt, hogy mennyit kell várakozni, valahol éveket kell várakozni, valahol hónapokat kell várakozni, de az biztos, hogy nagyon nehéz Magyarországon időben, különlegesen vannak az országnak olyan területéről, hogy rendkívül nehéz ellátáshoz jutni. Nos, ahhoz, hogy ez ne legyen így, ebben mindenképpen szükséges lépni. A Jobbik Magyarországért mozgalom már régóta gondolkozik, és régóta tervezte azt a megoldást, amit most Önöknek bejelentetek. Ugyanis mi azt szeretnénk, hogy a társadalom biztosítási járuléka az embereknek hordozható legyen. Ez jelentse azt, és ez azt kell, hogy jelentse, hogy azt, amit befizettek, amit a társadalom biztosításba járulékként befizettek, ha az állami ellátásban időben, a várólista miatt, vagy egyébként a szolgáltatás hiánya miatt, mert a településen, ahol él, vagy a hozzá legközelebbi helyen, az nem elérhető, de a magánegészségügyi ellátásban elérhető a szolgáltatás, lényeges várólista, illetve ott fizikálisan, ahol lakik, ez a szolgáltatás elérhető, akkor lehessen a társadalom biztosítási járulékot lényegében átirányítani és igénybe venni a magánellátásra. Emberek tízezrei csinálják egyébként Magyarországon azt, hogy amit nem kapnak meg az államiban, az duplán megfizetve magánként igénybe veszik. Tehát nekünk csak annyi a tervünk, hogy azt a rendszert, ami most duplán fizetős, egyszer fizetősét, tehát a társadalom biztosítási járulékainkkal megfizetett rendszerét tegyük, hogy az ugyanolyan méltányos legyen, ahogy eredetileg is terveztük. Erre azért van szükség, mert mint látható, az emberek egyébként is ebbe az irányba mozdulnak el. A duplán fizetős egészségügy teher az időseknek, teher az anyagilag kiszolgáltatottaknak, de teher azoknak is, akiknek ezeket az ellátásokat a magánban kell igénybe vinniük saját zsebből. Abban is segítségül szolgál, hogy azokat az állami várólistákat, amelyben hozzáteszem, sok esetben az nincs benne, hogy mennyit kell egy képalkotó diagnosztikára várni, mennyire kell egy orvos találkozásra várni, milyen hamar lehet bejutni a szakrendelésekre, szóval ezeket a várakozási időket is csökkenteni tudja, és lényegesen méltányosabbá tudja tenni a rendszert. Mi tudjuk azt, hogy Magyarországon erről mindig szakmai vitát kell indítani, éppen ezért a Jobbik Magyarországért mozgalom a következő lépéseket tervezi a TB hordozhatóság kérdésében. Először is megkeressük azokat a szakmai szervezeteket, legyen szó akár az orvosok képviseletéről, a kórházak képviseletéről, menedzser társaságokról, akik az egészségügyről rendszeresen véleményt alkotnak, hogy nekik mi a véleményük arról, de a parlament tud ebben jogszabályt alkotni, illetve a kormány is, hogyha rendeletekre gondolunk, a kormányt és a parlamentet is meg fogjuk kérdezni, előterjesztéssel fogunk élni, hogy a TB hordozhatósága megvalósuljon, és ezen túl szeretnénk az embereket is arra bátorítani, hogy szálljanak be ebbe a vitába, tehát a megfogalmazott törvényjavaslatokon túl számítanánk az ő véleményükre is. Ebben szeretnénk széles vitát, hosszú vitát, mert azt látjuk, hogy a valóság,
azzal szemben, amit sokszor a kormánypártok mondanak, hogy igenis az emberek költeni akarnak az egészségügyükre, a kormány nem akar költeni, de rá tudjuk kényszeríteni, rá tudjuk venni a kormányt, hogy azokat a pénzeket, amelyeket az emberek a gyógyulásukra szánnak, azokat mégis elköltse, méghozzá úgy, hogy az észszerűen legyen a magánellátásban felhasználva, az ne legyen ok nélkül magas összegre felhasználva, tehát méltányosan legyen felhasználva, pontosan azért, hogy mindenki időben kapjon egészségügyi ellátást. A Jobbik Magyarországért mozgalom egy erős állami egészségügyben hisz, de ahhoz, hogy ez az állami egészségügy erős legyen, igénybe kell venni segítséget. Ezt a segítséget az emberek meg tudják találni a piaci szolgáltatásokban is, így az államnak ahhoz kell most igazodnia, és abban kell előlépnie, hogy az állami ellátás erősödni tudjon, kevesebb várólista legyen, több betegre jusson idő, és a szabad kapacitásokat a magánegészségügyből viszont felhasználja. Mi állunk készen erre a vitára, tudjuk, hogy ez nem lesz egyszerű vita sem a szakmai szervezetekkel, sem pedig a kormánnyal, illetve a parlamenttel, de azért vagyunk, hogy az embereknek egy tisztességes, olyan Magyarországot teremtsünk, ahol egészségben és biztonságban lehet élni. Ha ez az egyik lépés ahhoz, hogy a TB hordozhatóságát megvalósítjuk, akkor ebben az emberek számíthatnak a mi támogatásunkra.